Kassa. Tudsz-e valamit róla, vagy hogy hol van? Csak ennyi. Csehszlovákia. Nagyvárad. Ha valaki tudja esetleg helyettük, akkor jelentkezzenek, mert az úgy talán jobban menne. Tőled addig megkérdezném azt, hogy Munkács. Munkács. Nincs másnak se fogalma, hogy Munkácson például kik éltek? Kiké volt az a vár? Tessék. A Munkács a törökök elleni harcok egyik fő színhelye volt. Zrínyi Ilona itt tartotta. És helyileg hol van? Parancsolj. A Szovjetunióhoz tartozik. Igen. Arad. Miről nevezette? Ha ezt a fogalmat hallod, hogy Arad, mit mondaná rá? Mögötte lévő akkor ennek. 13 aradi vértanú. Itt végezték ki, és ez Magyarországhoz tartozik. És mikor végezték ki? Melyik részén van Magyarországnak? Körülbelül csak az irányt mondd meg világtájak szerint. Délen. Délen? Uh-huh. Még egyet mondanék utoljára, zólyom. Első Ferenc Jóska most jött le a miséről, leoszlott a nagy bánat a szívéről, mert az hallotta a jóisten tőséhaj magától, hogy szállad az orosz a hármas honvéd bakától. Az hallotta a jóisten tőséhaj magától, hogy szállad a talián a hármas honvéd bakától. Hát... A világ újrafelosztását szerették volna elvégezni, mivel voltak olyan országok, amelyeknek már hatalmas volt a gyarmata, és a többi országok is kezdték ezeket az országokat utolérni, és ők is szerettek volna maguknak gyarmatokat szerezni. Ezért az országok két részre osztottak, megalkották a hármas szövetséget és az antantot. Volt-e, hát az osztrák-magyar monarchia uralkodó köreibe, konkrétan a magyar uralkodó osztályba olyan ember, aki ellenezte a háborút? Hát Tisza még korainak tartotta 14-ben a háború kitörését. Igen. Köszönöm szépen, tehát Tisza Istvánról van szó. Tisza István milyen funkcióban, milyen poszton szolgált egykor? Miniszterelnök volt. Milyen frontokon harcoltak? Hát ugye, hogyha szarajevói merényletről volt szó... Akkor Olaszországban. Jugoszláviában. Jó, tehát a déli hadszíntéren, aztán... Tóni. Lengyelországban. Romániában. Legalészia kérdés körül füstölő, Ferenc Jóska rűz ágyúja ott dörög. Szól az ágyú, ropognak a fegyverek, most tudnő meg, hogy ki a magyar gyerek. Nyugszok anyám, nyugszok Galíciába, jöjj el hozzám fekete gyász ruhába. Megösmer egy híromat a hantyáról, fejfájmat a fekete szallagáról. Hát a második évben, 1915-ben az osztrák-magyar monarchia olasz területeken lépett hadba.
és itt azonban nem sikerült, tehát itt is állófront, állóháború alakult ki, megállt a front, mert az Isonzó folyónál a monarchiának nem sikerült előrehaladást, tehát nem sikerült megvenni az olaszokat. Ki támadott itt? És az Dunán? Megmutatja, hogy a monarchiának nem sikerült megvenni az olaszokat, de ki támadott? Monarchia vagy az olaszok? Olaszok. Igen. És ezen kívül ebben az évben Romániát is, 15-ös évben Romániát megszállták. Nem. Az első világháborúban elfoglalt területeket, amelyen ellenség volt, azt nem adták vissza a béke megkötése után. Mire gondolsz konkrétan? Hát, az orosz forradalomnál tanultunk ilyet, és abból gondoltam, hogy talán nálunk is ilyen volt. Marusza. Открыть не свои глаза, и слетенья откроюсь, помру с тобою я. Марусенька померла, оклали на кровать, два доктора и сестрица пролали жизнь спасать. Érdemes egy pillantást vetni a Lenin által rabló békének nevezett Versailles-Washingtoni békerendszer Magyarországot érintő döntésére. Látható, hogy Németország és Magyarország helyzetét, ha összehasonlítjuk, Orsa. Magyarországnak az megterületének 73%-át tervezette, és ezt tulajdonképpen Németország megterületéhez viszonyítva, hát óriási volt. Ők szinte elenyésző részt. Sőt, hogyha megnéznénk a lakosság arányát, hogy 20 lakosból Németország területéről 7 került idegen államba, Bulgáriánál szintén egy, Magyarországnál 20 lakosból 7 nem magyar területre került, vagyis gyakorlatilag a magyar etnikum egyharmada nem a magyar államhatárok közé került. A Wilsoni elvekkel egy picit szembesítsük ezt, és próbáljuk az okát megmagyarázni, a rabló béke okát. Tessék, Zoltán! A szovjetellenesség arra gondoltak, hogy a erős nemzeti államok meg fogják akadályozni Szovjetunió terjeszkedését és a forradalmi hullám elterjedését Európában. Nem mink csináltuk a háborút, mink csak ott harcoltunk. Akik csinálták, azokat kell megkérdezni. Hát nem látok, benne van a szilánk, a kezemet átszúrták, a lábomat ott vágta a granát. És hol volt ez? Melyik fronton? Ide frontról már nem beszél. Semmit a világon. Nem? Nem. Miért? Mitől ez a bizalmatlanság? Hát mitől van? Azért, mert egyszer azért csuktokba azt mondta a kommunista, másodszor meg azt mondta a büdös papista, papokba lógaja a bolyar, már mindig a templomba van. Akkor meg azért ütött tettére 4 napig gumivestélve. Na de ez nem ugyanakkor volt a kettő? Nem, csak egyik a másik után annyit. Princip nevű szerb komitási lelőtte. Kétszer lőttek rá, az egyik helyen nem sikerült lelőni, de a másik helyen, a másik lövésnél akkor lelőtték úgy a trónörökös, mint a trónörökös négy. Hát nekünk az van beállítva, vagyis az volt a magyar népnek a beállítva, hogy a háború azért sült ki,
hogy az orgyilkosokat meg kell büntetni. Ugye az első tárgyalás volt Bécsben a külügyminisztériumban július 7-én. Tisza István volt az egyetlen magyar, az egyetlen jelenlévő magyar úr, aki szót emelt egy háborús megoldás ellen. Ez tény és való, kérem. Szót emelt ellene. Azután ezt írásban is előadta 9-én a Ferenc Józsefnak, aki nem volt Bécsben, hanem Istvánba tartózkodott, már nyaralóban. Tehát, és ezt a memorandumát a Tisza Istvánnak, a magyar miniszterelnöknek és a magyar kormánynak Ferenc József augusztus 16-án látta, mozta, és írta rá a dátumot, mert addig valaki eldugta. Ismeretlen. De a Tisza Istvánnak és a Magyarországnak az álláspontját ugyebár az okvetlenül ki kell hangsúlyozni, mert ezt letagadják itt mindenütt, kérlek szépen, itt letagadják mindenütt nyugaton, ugye, és ez pedig lenne egy nagyon fontos körülmény. Nékünk magyaroknak csak ez volt az egyetlen egy, és azt a Tisza Istvánt, azt kellett ugye aztán ugye agyonlőni. Komáromba születtem, és 5 éves koromban került édesapám Adonyba közjegyzőnek, és ugye akkor oda költöztünk. Adonyba
akkor két iskola volt. Volt az egyik a katolikus iskola, a másik meg a zsidó iskola. A katolikus iskolában egy-egy osztályban 50-60-an voltak. A zsidó iskolában összesen voltunk talán 16-an, mind a négy osztályban. És édesapám engem a zsidó iskolába iratott be, ott végeztem mind a négy elemit. Még a héberül is tudtam olvasni is. Annyira megtanultuk. Szóval aztán négy elemi után olyan gyönge fizikumú gyerek voltam. Édesapám gondolt egy az, hogy nézd, hogy én tégedet vonatra ütetlek Adonyba, és elmész Pestre, leszállsz Pestén, vagy vonatra ütetlek, és nem Pestre szállsz le, hanem Fiuméba szállsz le. Menjél Fiuméba tengeri levegőre és a tengerpartra. És így kerültem 10 éves koromban Fiuméba. Ahol mint kosztos diák voltam, hát nem tudom, az első pár év nagyon keserves volt, mert ugye olaszul nem tudtam. Az iskolában viszont az osztályban voltunk 28-an vagy 30-an, ketten voltunk magyarok, a többi olasz volt. És hát nehéz volt, mert ő nekik ugye például a latint, ők rögtön látásból fordították. Még sok keserves nap, még hónap kellett, mi aztán annyira jutottunk, hogy úgy tudtuk lélegezni, fordítani, mint ők. Most mind a 8 osztályt Fiuméba végeztem. A 7. gimnazista korom után édesapám azt mondta, hogy nagyon fölvilágosult, szabadkőműves ember volt. Fiatal ember vagy, mennyi, lásd egy kis világot. Aranyakat adott a zsebembe, és én fölültem a vonatra. És így kerültem azután Bécsbe, Münchenbe, Berlinbe, Párizsba, és onnan át Angliába. És Angliába egy ilyen tengerparti üdülőbe voltam, és volt valami levelezésileg, valami ismeretség azért volt ottan, és ott összebarátkoztam a teniszpartnerekkel, és mikor kitört a háború, akkor jött a rendelet, hogy minden idegen azonnal Londonba költözik. Aki valaki felelősséget vállal, szavatosságot vállal, az mehet oda, ha nem, akkor táborba kell menni. És én hát egy teniszpartner vállalt értem felelősséget, kezességet, és így kerültem utána Londonba, Wimbledon mellé, Putney, ez egy olyan kis kertváros Londonnak a szélén, 14-ben. És aztán akkor, mikor aztán be kellett menni rendőrség, keresték, hogy hát én ki vagyok. Semmi igazolásom nem volt, úgyhogy aztán nagy nehezen hazúról a református egyház Hollandián keresztül kaptam meg az igazolásokat. Ön református különben? Református, igen. És aztán... Hogy útlevele nem volt? Tessék? Útlevele sem? Semmi! Személyazság igazolványom nem volt. Semmi... Csak úgy lehetett átmenni a határokon? Minden, sehol nem kérdezték meg. Hát én végigjártam a fővárosokat. Sehol nem kérdezte meg senki, hogy hogy hívnak, hogy hova megyek. És hát akkor aztán ugye baj volt, hogy nem volt igazolásom, és megkaptam nagyne az igazolást, és aztán hát haza szerettem volna jönni, mert iskolába hiába jelentkeztem, akkor tudtam azért annyira angolul, majd mehettem volna iskolába, ellenség vagyok, nem engedtek beiratkozni sehova. 4 ilyen csereakcióban vettem részt, mert a fiatalokat cseréltek ki, de engemet, mint 17 éves, mindig ott tartottak. Az angolok azt mondták, hogy hiába maga azonnal katona lesz, ha hazavigyük, nem engedjük. És a végén édesapámnak sikerült az ugyancsak az egyház útján, hát egy nálam válasabb, magasabb német országba, táborba levő fiatal embert kiküdeni helyetten cserébe. És így kerültem azután 14 decemberben haza. És mikor ment sor alá? Májusban. Örömmel? Tessék? Örömmel? Hát, mondjuk úgy, hogy hát minden fiatal ember, persze, hogy ugye, szégyeltem volna, ha nem válok be.
Mindig katona akartam lenni egész életemben. És van nálunk a körös, annak van egy alja, a körös aljának nevezzük, oda jártunk játszadozni, ottan egymás hátára ültünk, de én mindig vezér voltam. Kondorfelkő, meg katonandik, meg többi, ezek meg lovak voltak ottan. Szóval ilyen a, így kezdődött. És mikor kitört a háború 14-be, hát gondoltam, hogy ha én el nem megyek most katonának, akkor elveszítek egy életet talán. 1914-ben a háborús lelkesedés, amely egész Európát sajnos elöntötte, és talán kevés olyan katonája volt hadseregnek, aki érezte volna jobban, ha kicsit messzebb látott, hogy a legnagyobb veszély éppen a mi szivalakú hazánkat fenyegeti. Nekünk semmiféle foglalási szándékunk nem lehetett, mert még a reakciós Tisza, aki legtovább ellenezte a minisztertanácsban a háború hadüzenetet, és tisztában, ő volt leginkább tisztában azzal, hogy minden négyzetkilométer rontja a magyarság potenciális erőtényezőjét a monarchiában. Minél több szláv kerül, ha a monarchia terjeszkedik a Balkánon, annál kisebb lesz a döntés lehetőségének a hatásköre a magyarság szempontjából. Hogy nekünk nem kell győzelem, és nem kell a monarchia, hogy tovább terjeszkedjék. De mi katonák olyan lelkesen mentünk be, hiszen nem én mondom, ezt már sokan megírták, hogy az első időkben, 14-ben 20-30 koronát fizettek azért az irodai őrmesternek, hogy az első menetszázaddal ők jussanak be a haza. Volt olyan barátunk, aki a szallagot, hogy nem tűzhette fel, mert a kalapon vagy a verzsőzőtök belemaradott katonák, bizony még öngyilkos is lett. Ilyen volt az első. Ilyen örömmel mentünk, amikor azt tudtuk, hogy hát szerették, meg szerették is, mindenki éltette a háborút, nem szabad ezt akadni. Nem volt se öreg asszony, se öreg ember, aki nem mondta volna, eljön a háború, majd fiaim, számoljatok le Szerbia, megállj, kutya Szerbia. Ez az, nem lesz, megállj, igen. Kíváncsi voltam a háborúra, nem tudok más mondani, nem ilyen világosan, de hogy mi az, hogy néz ki, ezt tudni kell, hát 1915-ben annyi idő telt el 1848-ig, mint most az első világháború körülbelül, és csak hallottuk a 13 aradi vértanúról, Petőfiről, ahogy ő hősiesen eletett, valami legenda, valami, nem voltam hazafi, ezt nem lehet mondani, elég józan voltam, nem lelkesedtem érte, mégis kíváncsi volt, hogy mi az, hogy háború. Amikor berukultam Sopronba, másnap a Ferenc József a király személyesen ott volt két tábornokkal, két búzsandár vele, és amint ott állok sorba, a hát így álltam, innen, éppen onnan így álltam el, így álltam. Tábornok egyszerre hívott, hogy lépjek ki. A döki rant volt rajta. Kiléptem, megkezdtem, visszaugrottam, és előre, zsup! Jól már volt, ezt intettem a sapkára, itt a fejből. Hát tudják, itt a pápai barátaim is. Jó van, fiam, köszönöm, az öreg elvtárs, a király
Szóval olyan jót nevetett, akkor a sapka kirepült. Jó van, piam, köszönöm. Ennyi volt az egész. 21 évesen abban a szemléletben égtünk, hogy a mi hazánkat 49-ben az orosz cári hadak gázolták le. És amikor Bártfánál és Máramaros sziget álltak orosz hadak, én, aki postatisztként föl voltam mentve, bementem a főnökségre, bár ott erőszakoskodtak, lemondattak az állásomra, önként vonultam be, nem egy katonának, hanem mint aki majdan egy ütköze során megmenti az ütközeet, és megmenti a hazát, és a szivalakó hazát nem hagyja, hogy a cári hadak legázolják. Ez az indulat éget bennem. Kis fiacskám, látod ez a térkép, és ez itten az orosz hazám. Zord mezőkön édes jó a bagra, leskelődik százezer halál. Ágyú csőre tábor tűz világít, rajta írom ezt a kis lapot. Még a csöndes holdas itt az éjjel, fönn az égen égő csillagot. De srapnel hoppan ágyú bönkbe, amikor a hazaére farsol. Egyetlen szép szöszke piacskámat sokolt meg helyettem édes tár. Hogy onnan kezdem, mikor odaértünk, szemrevételeztük a vaharat. Aztán lebontottunk falut, egy falu Duravicát, mert az ágyú kilövéseknek útjában volt. No most kérem szépen, aztán mindegyiknek megmondtok, hogyha valamit észreveszünk, a polyakokon valami ellenségeskedés, hogyha ott jelentsük. Volt egy templom, azt adhattak legutoljára, hogy ezt ne bántsuk, majd lesz, ami lesz vele. No most ottan a papok úgy dolgoznak, mind a paraszt emberek, az orthodox vallás, felesége van, családja van, milyen van. Volt annak a papnak egy leánya. És a szapőrkapitán mindig sétálgatott vele. Hát úgy láttuk azt, hogy ők udvarok, mi közünk mindig ahhoz. De egyszer, mikor a templomba jöttek, a szapőrkapitán túl lekérte magát, hogy bemegy a templomba, de a kapitánnak feltűnt az, hogy ilyen hirtelen miatt. Hát ő elment, megnyitta az ajtót, a templom ajtót a nő után, nem nyit ki a templom ajtó. De a nő elfelejtette valószínűleg a kulcsot betenni a kulcsukba, vagy benézett. És látta, hogy a lány bemegy az izé megé, a nagyoltar megé. Hát mit tudod, hogy nem tudod bemenni, nem tudod bemenni. Oda hít egy katonát, belőttek egy éleset a zárba, szétvette, az bementek. Hát ott volt a papa, izé megett, a oltár megett, ott volt a távirat, ott volt a lány. Hát ezt mindjárt megtudtak, hogy itten a telefon összeköttetés van az oroszokkal, annak a papnak. Kérem szépen, lehúztak egy faágat, ez valóságos, igaz volt, ott ezek a big fák, vagy gyurcsánfa volt. Lehúztak egy ágat, két katona fogta az ágat, voltak azok a konzervás dobozok üresek, arra ráállítottak a papa, meg a cigány a másik, rátette a nyakára, kötelezett meg az alga fel, na mostan, rancsátok föl! Elődíztettek, ez az ízi felrántotta a faága papot, aztán rátették a mellé, hogy így járnak az árulók. Most kérdezte, hogy ez meg, hát egy kicsit az emberbe a vért megfüllesztett, egy kicsit, hogy itt így jártak, hát ez nekünk is egy kicsit olyan figyelmeztetés lesz, hogyha társuk magunkat azért, mint katonák a regulár. A hármas számú festungo, ahol a kitörés történt, ez a része a háború előtt, a 14-es háború előtt el lett áruló. Rél ezer árulta, el erre rájöttek. Én akkor Bécsbe voltam,
akkor, amikor rég lezerelés a Bristol szállodában agyonlőtte magát, de ezt a festung részt a hadvezetőség úgy megerősítette, hogy ez volt a legerősebb része a festungnak. Hogy hívták ezt? Mi volt a neve? Sedlicka. Itt támadott Ratko. Itt volt egy óriási nagy terület aláaknázva, hát akkor éjjel, amikor kint voltunk, akkor robbantottak ott. Hát láttam maradványokat, hogy a robbanás szekérrel, lóval együtt, a kocsissal együtt a levegőbe röpült. Akkor kimentünk, és láttuk, hogy egy könyök kiáll a földből, egy koponya kiáll a földből, nem voltak jól elásva, az eső kimosta, rengeteg ha nem tudták eltemetni, mert a Ratko lőtte, úgy a mitanítéseinket, mind az orosz foglyokat lőtte, mert mikor a mitanítéseinket lőtik, akkor Kuzmanek berendelte a tanítéseket, beparancsolta is, és 5000 orosz foglyot vezényeltek ki, hogy azok temessék a hullákat. De azt is lövette Ratko, de hát azok is féltek, és ahogy jött, és dobálták bele a hullákat a gödörbe, hordták a messzet kocsi számra, és egyhor mész, egyhor ember. Sorszámozva voltak a hegylánc erődök, mert a város szerte a Számfolyó keresztül, és körülötte lévő hegyláncokba voltak beépítve betonerődök. Volt tüzérségi nehéz géppuskaállás, de mind betonból, és könnyű géppuskaállások. És előttük aknázott drótcsövénnyel, és helyenként voltak ilyen becsali nyitott csárdák, hogy bejöhettek szabadba, de onnan még két oldalt a géppuska tűz. Ilyen magasan volt az orosz méter, másfél méter magasságban a hullák. Azért hagyták abba ezt a támadásokat, hogy jobbnak látták, hogy a vérontást abba hagyni, és megegyezéssel valahogy kapituláltatni bennünket. Csak kívülről rohamozták, de eredménytelenül az oroszok. Hát tízszeres túlerő vett bennünket körül teljesen. Úgyhogy minden kiárattól el voltunk szigetelve. Na, ma voltak önök ott? 120-150 ezer volt bevezényelve, de ebből éhen halt, járványos betegségbe elhalt sok, megfagyott sok, úgyhogy 120 ezer estünk fogságban. A 150 ezer emberből. Na most volt egy szegedi századparancsnok, az a bohém Víg László volt, sose felejtem a nevét, az a László hajából kiszedte a cigányokat, és alakított egy zenekart, és a vár feladása előtt már pár héttel minden nap murisztak a tisztikus, a tisztekben a cigánzene mellett, örömmámorba. Esik eső, nyakig járunk a sarba, semmi színél hulamuszka rakásra, szeretne ő a várba betörni, magyar honvéd alli győzi lelőni, zsapnél robban hula magyar bakákra, de a baka bátran meg a lehelyi, célba veszi a muszkának a fejét. Jó fiaim a várat ne hagyjátok, négy nap múlva segítségén hozzátok. Nem is kellett több aztán a bakaoknak. Szuron tűzön ment neki a muszkának. A Csaszkóvki századja ment előre, elhullott egy pár jó fiú belőle. Mire megjött a várba a segítség, be se várta, futott már az ellenség. 40 ezer emberét elvesztette, elment kedve betörni Semiszlibe. Napfény derül, beborítja a várat, szádashoz húr, kihívta a bakaokat. Ősz királyunk, azt üzenyíti néktek, Isten áldjon derék magyar honvédé. Ki volt éhezve a társaság, és annyit nem győztek beszállítani, amennyire szükség lett volna annak a 120 ezer léleknek, tetszik tudni.
csupán ezért. És jól a józanészt elővették, a további bérontást megszüntessük, és ezt csináljuk. De következő nyáron állítólag újra vissza lett foglalva a gyár. Igen. Azt, amikor azt elgitt az az idő, hogy felkellett a nyavarat, hát manakkor még megettünk kutyát, lovat, mindent megettünk. Komolyan mondom, a lovakot, a kutyákat, mindent. A csehek szerették a kutyahúst, azok lerövőzték a kutyát, azt megették, még megettük a lovakot. 20 lovat hattak meg az utolsó pillanatig, ami hát föltétlen szükséges voltam, hírvír is, nem volt akkor telefon, lóvasok vitték a hírt, és azt a 20 lovat a tüzérlaktanya udvaron, 19. reggelre agyon lövődöztük, hogy az sikerüljön az oroszoknak a kezükre. És az volt a szerencsénk sokunknak, hogy azokat a lovakot agyon lövődöztük. Akkor nekiestünk annak a lovaknak, azt nem nyúztuk meg, ezt komolyan mondom, bizony Isten. Kivágtunk olyan darabot, szőröstű, bőröstű, azt lekapartuk a szőrt, bőt róla, betettük a kutliba, mondjuk a víztulóba vizet vinyozt, akkor főztük a húst, de nem voltuk, hogy megfőzön, megfőzön puhar, csak ráaktuk. Az utolsó éjszaka minden ágyút megszólaltatta, ami csak, mert így volt altatva volt, ami csak volt muníció. Tüzérmunizió, gyalogság, ki kellett lőni. Volt ottan a 30 és feles, nem tudom, ismerték ezt, a Bertának hívtak. Az kettő volt a vár környékén, azok nem, iparvágányon mentek, olyan nehezek volt, nem lehetett rá menni a leragadt. Még azt a tisztán betették az ágyú csővet a földbe, akkor azt elsütték, azt szétvette a csővet a detonáció. Na mostan akkor azt minket összeszedtek, akkor aztán elindítottak bennünket Oroszország felé, Semiszlibi elkerültünk aztán Szamarkandra, mint foglyok. Úgy adtak ott a Semiszlibi foglyokot, hogy azokat az oroszok nem fogják dolgoztatni egy esztendőt, mert ki vannak fáradva, éhen, gyengék nagyon, hát nem is dolgoztattunk. A Hulya-sziget, igen. Amikor ez a Semiszli, ez az erős vár elesett a Kárpátokba, onnan kiabálták, hát Tíma Zsári, Semiszli, Pomiszli, Semiszli, ja, most nem mint eszembe, Poginulip Semiszli, Tíma Zsári, az azt mondja, Szád, Idi, Roszki, Vojszki, Bécsi, Budapestú. Aztán utána persze... Mit jelentett ez? No, azt mondja, hogy ti magyar, te magyarok, tudjátok, elesebb Semiszli, most az oroszok mennek Bécsbe és Pestre. Aztán az ellenkezője, ez lett belőle, mert kérem szépen aztán nagy erőket tudtak a műeinkbe dobni, és ez volt március 22, mikor elesettek Semiszli, május 4-én meg már visszafoglalták a műeink Semiszlit. De akkor aztán be is mentek orosz területre, vagy 200 kilométert. Amikor elfoglaltuk Szabátot, akkor kivettek, és a sebesülteket nagyon megcsünkították a szerb asszonyok, meg mit tudom. Ezért rendben... Csunkították meg? Hogy? Hogyan? Fölvágták a hasát. Én láttam egy zászlósnak a hasában benne volt, hogy 5 kiló krumpli. Hát, meg zöldség, meg mit tudom, én elirakták. Mindenkinek a hasát fölvágták. Ja, és ezért megengedték, hogy két órai fosztogatást elrendeltek. Hát aki két óra túl fosztogatott, az számított, hogy agyon lövik, nem történt meg. De akkor az üzletekből kihordták végszámra a sejmet a szerb asszonyok, ez nemzeti viselet, kaptánt hordanak, ilyen fekete kaptánt, sejem, damaszt kaptánt. A végszámra kihordták a sárba, végigterítették, hogy a katonák ne járjanak a sárba.
Este, amikor valahol megálltunk, rendszerint olyan helyen, ahol mi alkalmas volt a lovaknak is, meg hát az embereknek is, meg nekem is. Mert én rendszerint valami háznál aludtam. Egy ilyen alkalommal kerültem oda a jó 50-55 éves asszonyhoz. Aztán én magam nem is vettem észre, jobban megfáztam a kelleténél, aztán mikor lefeküdtem este, az még fönn volt tovább, egy kis idő múlva aztán hozza nekem a nyakamra, a torkomra vizes ruhát, még a homlokomra is. Mit akar? Látta rajtam, hogy nagyon piros az arcom, hogy meg vagyok fázva, és magától csinálta ezt. Aztán persze jól esett, és reggelre frissen ébredtem. Hát ki aztán, hogy elgondolkoztam, hogy az egyik szerb milyen. Az egyik orvul agyonüt akárkit, a magyar vagy a katonagunya van rajta, a magyar katonagunya, a másik meg talán lelkét is odaadná. Aztán kérdeztem az asszonytól, mikor elköszöntem tőle, most mondja meg, hogy miért csinálta ezt? Én egy ellenséges katona vagyok, magam meg hát ugye az ellenfelünk, a Szerbia. Azt mondja, Gospodin Narednik, az őrmester úr magyarul, Gospodin Narednik, mene imam mazsarski zemla, ha az ő fia meg magyar földön van, mint fogoly, pleni a fogoly szerből, pleni, és ha bolesna, az meg beteget jelent, ha ő ott beteg lesz, akkor talán a te édesanyád ápolja, majd a másirom. Hát annak az asszonynak aztán olyan szépnek találtam, hogy olyan barátságot is olyan szépen bánt velem, hogy kezet csókoltam neki, amit nem tettem meg az előtt senkivel. Aztán most mondok egy másik szervesetet. Bementünk 6-an vagy 8-an, aztán hát helyet foglaltunk, mert ronda idők voltak, szél fújt, eső esett, éjjel, stb. Fedél alatt akartunk mindenképpen lenni. Hát aztán lefeküdtünk ott. Ott volt a csuhes is a izével, a feleségével, gyerek nem volt, mert már felnőtt fiai voltak. Aztán... Mi az a csuhes? Csúes, hát az a csúes, az a szerbeknek mondják, a szlávoknak mondják, hogy csúes. Aztán éjjel fölébredek arra, hogy susogva beszélgetnek az asszonnyal. Aztán azt mondta az asszony, az ember, ha tudtam volna, hogy ezek már szidott bennünket, mint a bokrot, jönnek, azt mondja, inkább meggyújtottam volna a házat, mint hogy ezeknek helyet adok. Hát kérem szépen, aztán hajnalban 3-4 órakor jön ám az ébresztő, menni kellett. Hát kérem szépen, elmentünk már a háztól legalább 200 méterre. Gondoltam magamban, hát szereti a házát meggyújtani, majd segítek neki. Visszamentem, aztán meggyújtottam a házat. Meggyújtottam, persze. Éget jó alaposan a ház, aztán visszafutottam, elértem a társaságot, de észrevettek, hogy én hiányok, láttam, mikor odafutok. Aztán szóval kivallottak, kikérdeztek, hát bevallottam, hogy miért én miért gyújtottam meg. Mert ha mi ránk nem is gyújtottam meg, a következő majd, aki beszáll, esetleg azokra már rágyújtja. De aztán kibasztak azért velem, mert az volt a büntetésem, hogy reggeltől estig a trénkocsi után voltam kötve, így úgy mentem az egész napot le. Mikor mi körülbelül egy éve itt voltunk, akkor valami olyasmit mondott, hogy akkor visszament és lelőtte ezt az embert is, nem? Hát most így nem emlékszik, mert ha megfekszülök, akkor sem emlékszik. Pláne az utóbbi hónapokban vírusos influenzám volt, tetszik, most is értem, van. Értem, igen. Szabadká sok szerbek vannak. Sok szerbek laknak. És aztán én elmentem a kocsmába, el kell menni csavarogni. És akkor ottan összebarátkoztam két emberrel, két fiatal emberrel. Hát ugye, mint fiatal ember, nőtlen voltam én, regényemben. Hát azt mondja, kinyi volt nekem is, azt mondja, hogy hát te azt mondja, gyere, én a lányokhoz, hogy... Azt mondja, gyerünk a lányokhoz. Hát, benne voltam én, gyerünk, mondom.
Nagyon gyeng. Gyengen voltam én is, hát fejemben is volt. Kimegyünk, a falu szélére kiértünk, hát éjszaka volt. Hát kérem szépen, olyan pofont adott, hogy majdnem elestem. Az egyik. A másik meg segbe rúgott. Ő az Isten barát. Kicsodák voltak ezek? Szerbek. Szerbek, de hát úgy tudtok magyarul, mint én. Na szóval nekem szegelt egyéb. Mondom, itt már nem lesz baj. Vettem el a hűzőt, belelőttem. Belelőttem és elszaladtam. Ott hagytam. És kérem szépen, a másik az meg elszaladt. Az, aki belelőttem, az elesett, de az is segbe rúgott. Így aztán akkor hazamentem. Hát Szerbiába ottan rohamra mentünk, tudja? És kérem szépen, ottan rohamoztunk, hát ugye az ember onka borult, mikor látjam, amatiszleszúrták. Ott én összeszaladtam, izével egy másikkal, de én rám kettő szaladt. Hát ő az én puskámat elütötte. Nem bírtam nagyon szúrni. De a másik, aki a másik volt, az engem így belém szúrni. De volt nekem egy másik címborám, az meg ezt, aki engem nagyon szúrt, még az volt a szerencsém, hogy ezt agyon vágta. Mindjárt. Így már akkor nem szúrta, hanem puskával agyon vágta. Ha nem vágja agyon, az még egyszer belém szúrja. És akkor elestem, annál még először, hogy elestem, és akkor úgy jöttek azt a sebesült vizék, azt a mindjárt elhúztak onnan, bekötöztek. Valóban azt nem is volt semmi bajom se azután. Nem. Több ilyen rohamba is részt vett? Voltam nem csak egyszer rohamba. Többször. Úgy, hogy hát a rohamba voltam körülbelül 7-szer vagy 8-szor ilyen rohamba. Uh-huh. És hát mindig megmenekültem. Mindig, hála Istennek megmenekültem mindig. Gondolják akkor, amikor mi voltunk katonák, talán krumpistárt előttek. Pedig nem. Már hogy ne hazítják önnek, semmi szívém, állóharcban voltunk. De amikor megtámadtuk a kodákokat, meg a gyalogosokat, a századból legalábbis 200 elveszett. Itt olyan nagy idét annak, hogyha 5-10 meghal. Mi nálunk semmi sem volt, elpusztult abban az időben. 100 meg 200 ember. Maga is részt vett ezekben a rohamokban? Persze. Hát, meg is sebesültem. Volt a nyakamban volt a golyó. Itt van, ezen a helyen. Mondtam ottan, és ha nem igaz, az én család Mihály meg az őrnagynak mondom. Legyen szíves, én nagy úr most. Vágja ki belőle, itt volt Kárpátokban. Kibökte. Aztán meg kint meg itt vágott meg a kozáke. Akkor bőrös a szerint. Karda? És maguk mivel harcoltak? Fegyverrel. De milyen fegyvere volt? Ez a 85-es mintájú. Ez volt a legjobb fegyver akkor, abban az időben. 16-ban pünkösd estéjén a rajvonalból ki kellett nekünk menni. Hátravonulás. Árulás történt. A csehek elárultak bennünket, tőlünk körülbelül 15 kilométerre balra, és kérem szépen,
akkor minket már kerítettek befele, előttem a három nappal. Úgyhogy elfogtak annyi emberünket az oroszokon, rengeteg emberünket elfogtak, bekerítettek, puskalövés nélkül. Mert jöttek a hátunk meg, már minket a hátunk meg akartak jönni. Na pünkösd estéjén nekünk ott kellett hagyni a rajvonalat, mert nekünk már kiépített rajvonalunk volt, ott bele volt vedetve még a villany is. Igen, mert ott a mink olyan 100 lépésre voltunk egymással az orosszal, de mi nem bántuk egymást, meg voltunk egyérve. Tudja, de azt nem tudták a tisztek se. Szóval akkor ott hagytuk a rajvonalat, és kérem, akkor vonultunk hátrafele. Mentünk hátrafele, egyes embereket hagytak bent, hogy izé lőjenek, hogy ne vegyék észre, hogy ki szöktünk onnan. Úgyhogy azok lövődöztek, hogy az akkor, hogy mi lett, azt nem tudom. És mikor a falon kiírtünk, már ott meg a, mint a Tisza, olyan nagy volt ez a prút, olyan nagy, és akkor nem tudtunk tovább menni, mert amarról is már elejtünk álltak. Úgyhogy beleszorítottak bennük a prútba, a nagy vízbe. És ott kérem szépen akkor rengeteg, nagyon sok emberünk belefúlt. Nagyon sok emberünk belefúlt. Az eső meg szakadt. Nagyon szakadt. Úgyhogy hát ottan mondta, volt ott egy őrnagy, azt mondta, hogy hát emberek fogoltanak össze 20-an, 30-an, meg ki mennyi, és úgy próbálják a vízen keresztül menni. Hát úgy is próbálták, de nem ért semmit sem, mikor már az ember olyan helyt volt, hogy már a bakancsa nem ért a izapot, akkor már egyik a másikát oldalba rúgdossa, meg belefolytotta egyik a másikát a vízbe. Az oroszok meg így, hogy folyt a víz, azok meg ott meg lőtték agyon. Ott meg lőtték agyon az embereket. Na jó van, ez nem sikerült, mert nem ér semmit. Azt mondta, ez a Jörna, ezt kiáltatja, hogy emberek, az oroszok azt mondja, megkapták erősítést, a kodákok azt mondja, de hát azt mondja, tömörülnek. Fel kell fejlődni, azt mondja, és azt mondja, várni a következőket. Úgy is volt. Rohamoztak arra a kodákok, de ott annyi géppuska volt, mondtam, milyen kis puska, géppuska, vállár egymást az embernek, csak hogy előtte ne legyen, és úgy lőttük az oroszokat, úgyhogy hát annyi ló oda jött, belefúlt a vízbe, meg belement, de még emberünk is volt kint, saját emberünk, azt is, már akkor még azt is lelőttük. Ma annyira jöttek az oroszok előtt. Úgyhogy hát nem jöttek ott odáig az oroszok, nem bírtak odáig jönni, mert aztán visszafordultak. Azt mondja az őrnagy, hogy hát le kell vetkezni, azt mondja, mesztelenre. Vágni kell az erdőből egy olyan méteres forma botot, azt mondja. És azt mondja, aki úszni tud, azt mondja, az vigye a botot, és azt mondja, aki már látja, hogy nem tud úszni, már azt mondja, fetreng, azt mondja, fejre kell ütni, azt mondja, és akkor majd egy kicsit megszédül, de azt mondja, a kezét meg ne fogják, csak a haját. Úgy is volt. Nagyon sok tudott azért úszni, nagyon sok embert kimentettek azért így. Úgyhogy hát tényleg oda koppantottak neki, aztán megszédült, vagy mit csinált. Azt akkor már nem izélt, hanem ahogyan izélt, hajtotta a vizet, ment, és fúzta. Na most a vízszílig irányírő volt, ahol már irányírő volt a víz, ott már olyan emberek voltak, akik már átmentek. Azok fogták elfele ezeket az embereket, és akkor borították ki a vizet belőle. És akkor jobban lett. Mindenki jobban lett. Aki a vizet kiborították, mindig jobban lett. Na akkor aztán nagyon, de nagyon sokan csak átmentünk. Rengeteg ember átment. Én már este lett. De mesztelen. A ruhája mindenkinek odaállt, meg puska minden. Úgyhogy hát két napja, vagy három nap majdnem mesztelen meneteltünk. Nem volt nálunk semmi. A falokon keresztül mesztelen. Megindított Brusilov egy offenzívát. Az valami elképzelhető. Tehát mi ástunk le a föld alá, de akármennyire lementünk, gyertya nem tudott égve maradni, mert a légnyomás elrontott. Szóval valami elképzelhető. Ott élve nem maradt. Egy embernek ki kellett menni nézni, hogy jönnek. Rendszerint az elért a golyó, nem tudom ma, hogy megy az, mikor támadnak, ilyen staffel lépcsőzetesen, egyik előre megy, más lefekszik, a másik, nem tudom, voltatok a katonák, nem tudom, így megy ez. Szóval nieder auf, lefeküdni, szaladtunk 10 lépést, csak hogy hallottuk, hogy nieder, levágoltuk abban be, fekete földbe, és mindenkinek volt egy kis
spát, négy kis lapátja, a földet úgy turtusba ágyaztuk a fejünket, jobbra-balra meghalt, elesett ez az, és akkor a félelem az auftól, tehát a felugrani, tovább menni, mert egy-két perc múlva megint felugrani, ez a nieder auf, ez volt az a szörnyűség, hogy lélegzethez nem jutottunk a júniusba rohanni előre, csurgott az izzadság rólunk, így ahogy megpróbálok most visszaemlékezni. Ekkor volt az egyetlen eset, mikor azt mondtam, hogy egy haslövés úgy fölmentene az auf alól, hogy milyen jó volna, és valahogy az a gondolatom, hogy nem kelek föl. Mi történik? Az volt akkor, hogy ez igaz volt, vagy nem, egy tábori csendőrök jöttek a katonák után, és ha valaki szimulált, azt vagy agyon lőtték, vagy valami, szóval. De mi történik? Hát ugyanaz. Én fekve maradtam a holtak között. Nem, az oroszok akkor kaszálták a tárpát, azok nem kötözték be, hanem van egy kupcokra mind itten, van egy összedobálták kupcokra. Aztán egy kupac került elejbe, azt meg le át akarta ugorni, és megakadt a hátusolába, fölbukott alul valami együtt. Nem tudtunk fölkelni, a sejálló nem tudtunk, meg én sem mindjárt. Addigra odaértek az oroszok, hogy hatan, fiatal gyerekek ránk fogták a puskát, mind a puskát fogta rám. Lóhaton voltak ők is. Aztán nem bántottak, csak annyiba volt a rosszabb, hogy teljesen kifosztottak engemet. Utáltam ezért ábrúzni. Na aztán abból odagyittám a idő, egy öreg őrmester, orosz. Belenyúlt a jobb nadrág zsebbe, vagy honnan hozta elő egy ilyen hosszú revolver, egyenes formú revolver volt. Egy patront hozott elő, akkor aztán megtöltött ezt a revolvert. Szétnyitó volt, megtöltötte, mikor kész volt, akkor azt mondja, fussak egy darabig. Nem léptem ötöt, az annyi is teletem, bár lábamba lőtt, a jobb lábamba. Itt a combom vitte keresztit fönt. Keresztül ülte. Én odakaptam a remegyéjét, aztán jajgattam. Azt mondja, még vissza merek nézni. Akkor nyúlt a kardér, még azt is láttam, amikor kiúzta. De az volt a szerencse, hogy nem hosszú kard volt, rendes huszárkard, vagy olyan, vagy kozárkard, hanem csak olyan hosszú volt, mint a kezem. Van kés forma. Ahol, mikor azt előhúzta, fölveszi, fussak. Meg így léptem talán 5-6-ot, akkor fejbe vágott, itt ide vágott. Akkor fölbuktam, így odaestem a tenyereimre. Így estem oda. De csupa vér lettem. Elküldtem egy darabig, meddig nem tudom. Aztán magamhoz értem. Fölvágtam a fejemet, nézek jobbra, balra, körülnézek. Nincs körülöttem senki. Ahova megint elájultam. Ífél tájról, így valahogy, mit tudom már mi, jött egy szakaszvezeté, hogy hátra art, úgy rázoltam. De amíg ember álmosod, az fagyott meg, aki elaludt, aki nem aludt el, nem fagyott meg, hátra art, na akkor aztán mentünk hátra fele. Na jó van, a talp mindegyik rajta volt, én is kijöttem onnan, meg ilyen volt, lepedőnk is volt, hólepedő is volt. Mentem hátrafele, ahogy megyek hátrafele, fiú, fiú. Most persze, hogy hát ugye fültettem a fejemet,
ott akkor én is úgy lesütöttem mindig a fejemet, aztán csak aztán mentem tovább. Ahogyan megyek ott, hát kérdezem szépen, beleestem egy gödörbe. Hát kérem, jajgat, ott egy emberre ráestem. Ráestem egy ember, jaj, mondtam, mi a baj? Azt mondja, el van lényeg, kedem is, lábom is, azt mondja, melyem is keresztül van lényeg, nem tudok semmit. Azt mondja, na jó van, hát volt nekem is egy sebkezető, neki is volt, hát ahova tehet, de bekötöttem, és akkor ízértünk ott, vártunk tovább. Nem, mondom, nem lehet várni ennyit, elkezdtem én ott az idején, hogy hát csak ki kéne menni, hát most mi? De az ember az a rimánkot, hogy hát baj, mert akkor mindenki bajtársam. 60 szédem van otthon, azt mondja, a felit rád írtam, azt mondja, csak ments meg innen, azt mondja, ha Isten haza segít. Na, mondom, nem bírom ember, nem bírom bajtársam, nem bírom magát, így is, lássam el, hol van, nem. Hát mégis mondom, mi az Isten csinálja? Megfogta így a még láb, ide kezde nem volt eltörve, megfogta így a lábom, de nem eresztette, úristen is. Én pedig mindenhogy akartam menni, meg mindent. Úgyhogy hát, mit csináljak már vele, Hát kérem, mit kellett nekem tenni? A kislapáttal, a kezdeit ütöttem, hogy ereszel a lábomat. Ereszel hát mi? Na aztán meg is elkapta a kezét arra az időre, én kitettem a lábomat, csak elkaptak, leszakította az ideit. Leszakította. Aztán visszaestem. Mondom, Isten, bazonokat. Ezt a szegény ember. Mondtam, de nézze, nem bírom vinni, csak nem eresztette a lábamat el. Mégis aztán csak a keze fejére vertem. Hát nincs mit. Megmondtam úgy, ahogyan van. Úgy csak ezt a fejére vertem, hogy engedje a lábamat. Elengedte azt a lábamat, elengedte a nagy nehezen, de sírt, mert sírt. Nem tudok segíteni. Úgyhogy hát akkor aztán csak kimentem, de akkor nehezen tudtam menni, mert hó, nem volt kemény, az a lábam, amelyiken nem, oda lejjebb ment, amelyiken volt, az a ideig, az tudtam menni. De az orosz az nagyon, nagyon lép. Kiássa az őr kint magát, aki a ház előtt állt, figyel, szóval őrizte a nyugalmunkat, hogy jönnek itt a muszka. Csak ennyit. Erre én a konyhába aludtam a felét, és megvittem csak a pokrócomat. Én felugrok, és mindjárt szólok a Szabicsnak. Szabics, fogja a géppuskát, nesze gyorsan! Itt az orosz. Elveszi a géppuskát, mert alacsony padlások lennek ott fel, és felszaladok, hát annyi az orosz, mint az égen a csillag. A nagy hosszú köppenybe, de legalább 30 soros varrója jön befele, mert elfogták a 29-eseket, és jöttek, hogy mondjuk minket is bekerítenek. Luxardó generálmajor, az meg a szorszés házban aludt az öreg tábornak. És mikor vége lett, akkor én a gépviskát felállítottam a három lábára padláson, és abstrájen, hát természetesen lefeküdt a rettenetes sok orosz. Hát mit nem mondhatok, olát, mert oroszok voltak. És 4 órára vége volt az ütközetnek, legalább 2400 hadifúkos. Aztán visszakerültek az ezék is, a 29-esek, a beszélek, hova visszafogtuk a fogjukat is. Harmadik napra Luxardó generális feltűztetett egy kis erősöt, azt a büszkeséget soha életemben, az többet ér, mint 50 arany vagy ennyi. Szuron Rohan Kérlibabban a történt. Mesélj el, hogy hogy volt. Amikor kérem, Szuron Rohan volt, akkor mi nekünk kiirdáték, Szuron Rohan lesz. De ma, akkor mindig 6 éles balát ettünk a fagyvárba, csak 5-öt szabad, de a Gollók hegyeit álnyírtük, akit meglőttünk vele valósággal, egy nagy izért nyomott rajlukat. Így történtek a Szuron Rohamok. 17 Szuron Rohamot visszadobtunk. Már kérem, jött az orosz,
tangó harmonika alvá. Akkor volt neki a pálinka, amit Vutkinak hét, abba a hegyes paprikát belemátéjték, neki adták, azt így volt belülő. Aztán ki, ha nem ült. Aztán nem engedtek addig lőni, még 50 méterre be nem jött két gyépuskangot, azt így kellett lőnünk. A fölt egy araszra be lett állítóba. Aztán így lesöpörtük őket mind. Na később elkerültünk Romániába, 1914. augusztusába. A román háború kiütött, Vladimir Volinszkyba azt mondta a katolikus pap, menjetek le Romániába, de a bőcsőbe lévő csecsemőt is leszúrjátok, még azt se adjátok meg. Akkor én négyszer között megkérdeztem tőle, miért mondtad te ezt? Azt mondja, szövetségesünk volt, a román, előző nap szállítottuk neki a mexikói fegyvereket, most hadüzenet nélkül orvul támadott bennünket. Na aztán kérem, lőttük őket, hullottak, mint az ápor, egy zászló, megadta magát. Akkor nekem kiadták a parancsot, itt megy az út, egy erdőbe keresztül, majd mikor a magyar őrök elmaradnak, nekem le kell őket géppuskázni. Tehát a géppuska be volt állítva ebbe a mintába, keresztűzbe. Egész éjjel sírtak, réttek, de reggelire elvéreztek, elcsöndesültek. Kérem, egy századról eltud söpörbe. Hányan voltak benne? Abba századba? Nem lehet megolvasni. De a román fronton hogy kerültek, azt kérdezem? Hát mert a román fronton elég már 16-ban betörtek a románok. Én rám az úgy hatott 16-ban, mikor megjött a híre, hogy már benn vannak Marosvásárhelyen és így tovább, hogy egész éjjel bőgtem a sátramba, és vertem öklömmel, hogy azonnal megszököm, és lemegyek oda, hogy nem lehet elviselni, menjünk. Szitek paraszokat megvigasztalt, hogy nem sokára elindulunk, nem kell. Én olyan volt az egész, nem csak én, az egész üteg legénységét, ott különböző furcsa nevek voltak, alig volt magyar nevű tüzérünk, sváb, morva, zsidó és nem tudom milyen román nevű tüzérekkel voltam telefonistákkal körülvéve, és az egységes volt az irány, hogy boldogan mentünk Erdély a haza védelni, mert nem tudtuk Erdély nélkül elképzelni a magyar hazát. A nacionalista érzés és a nemzetközi humanizmus az valahogy mindmáig tisztátalan fogalomkörök. Nehéz határt vonni, hogy meddig nacionalista az érzés, és meddig már azon túl egymást, a kölcsönös segítség felé forduljon az indulat és a gondolat. Ez még egy Csuroly roham alkalmával történt, hogy egy falun beli barátom megsebesült. Én, hogy kiáltott, rohantunk előre, hogy kiáltott, oda néztem. A lábom megakadt egy szödörindába. Hasra estem. Ő még ezt meglátta. De őtet a szanitézek elvitték, Nagyváradra került a kórházba. Két hónapig ott volt, akkor hazaengedték egy hónapi szabadságra. Elment a szüleimhez. Megmondani, hogy látott engem elesni. Akkor nagyították meg ezt a képet. Egy kisebb képemről. Igen. Elsirattak, oda van az öreg. Vagy öreg, hát 20 éves gyerek volt. Istenitnek. De én azt elugrottam, rohantam tovább. De ő ezt nem látta. Nem tudtak 6 évig a szüleim rólam. Csak tudták, hogy oda vagyok. Elkönyveltek. Aznap a gáztámadás nem indult meg, mert rossz volt a széljárás. Hanem a következő reggel a szél az oroszok felé fújt, már a gárdisták felé fújt, és akkor megindult a német gyalogság. Felzárkóztak a mi hátunk mögött, és egyszerre hirtelen óriási csapást mértek a smerdini ütegekre. Akkor megindul a támadás, gáztámadás, és alig, hogy elérték volna a roham vonalát, amikor a szél megfordult és visszafelé hozta a gázt. Óriási meneküléssel jöttek. Nálunk az volt a szerencse, hogy ugye dombon voltunk, mifelénk a gáz, mire odaért, akkora meghátrált. Ezt a kitűnő alkalmat használta fel pár nagy herceg a visszacsapásra.
óriási, hatalmas erővel indult meg az orosz támadás. A megmaradt orosz tüzérség, kérem, teljes erejével lőtte az előttünk levő állásokat, meg a képzelt állásokat, amiket én csináltam, mert ők nem tudták, hogy én hol vagyok. És egyszer azt látjuk, hogy feltűnnek az orosz gárdisták. 300 drót volt az állásom előtt kihúzva, ezek a 300 drótot már kezdték meccseolóval vágni, amikor váratlanul megindul a tűzcsapás. Két géppuska oldalozó tűzzel tűz alá veszi ezt a 10-12-szeres rajvonalat. Aki tudott menekülni, menekült hátra, vagy be a mocsárba, de aki már hátra nem tudott menekülni, az menekült a vonal felé. Persze a mieink lőttek. Én ott álltam pontosan azon a sarkon, ahonnan mind a két részt beláthattam, a Stier részt is, meg az ezred többi zászlaja felőli részt, és akkor látom, hogy négyen, öten elérték már a vonalat, és hirtelen feláll egy hatalmas, nagy, gyönyörű, szép orosz gárdista. Ömlik a vér a szájából, és csak bezuhan az én ölembe, és csak annyit kiált, voda. Rögtön kiáltottam a legényen, meg azonnal vizet ennek az embernek, sebesült hívék, rögtön hordágyat, vigyétek hátra azonnal. Ez, hogy voda, ezt én még ma is megszoktam álmodni, és úgy él az életemben, mintha én mondtam volna a voda-vodát. Kapunk egy parancsot, éjfélkor, hogy nem szabad senkinek se lőni. Meg voltunk lepődve, hogy hát a fronton vagyunk, és nem lehet lőni. Hajnalba jönnek az oroszok, hát mit mondjak, olyan 800-1000 méterre lehetett a két hinterland, a két, nem mint a drótakadály, és aztán jönnek az oroszok, de csoportosan, de fegyver nélkül. Most mit csinálnak? Hát nekünk nem szabad lőni. Hát ezek megetnek bennünket, ha birokra megyünk. Hát kérem szépen, jön utánuk a rész, trombita is, megállnak a két drótakadály között, és ottan megszólal a zene, táncolnak az oroszok, mi nekünk nem szabad mozdulni. Egyszer látjuk, hogy a mi zenekarunk is meg kifele. Na akkor gyerünk mint is. Összekerültünk, ők adtak cukrot, cigarettát adtak, még nem adtunk semmit, mert nekünk nem volt, de őnekik volt. Összefogózkodtunk, aztán jártuk a táncot, ahogy tudtuk ővelük, az oroszokkal. Az a sok, az a öröm. Kilibabánál, ők voltak az egyik hegyen, mint a másik hegyen, tudja. Ott ők előtt is volt sörű drót, mi előttünk is. De mink az oroszokkal összebeszéltük, az őrökkel, hogy ne bántsuk egymásban, meg egymásban. Úgyhogy volt köztük egy őrvezető, az jó tudott oroszul. Ott ez csinált össze bennünket. Szólt az orosznak oroszul, azt akkor mondták, hogy de ne bántsuk egymást, hogy kimentünk két drót közé. Ott lefeküdtünk szépen, ottan beszélgettünk meg. Mindig mondtuk az őrvezetőnek, kérd meg már ezt, így, kérd meg. Hát aztán megkértem, meg felállt rá, meg minden. Lehet, hogy nem tudták a tisztek, ezt nem szabad volt tudni, mert akkor kibasztak volna velünk. És megint mondom, még egyszer kimentünk, nem még egyszer, többször is kimentünk. Azt, ahogy ott feküdtünk, hát mondom, jön egy orosz, jön, azt mondom, majd mindjárt látok valamit. Hát
tényleg jött egy orosz, mit hozott? Így a vállán hozta, a puska végén, a szoron végén ott volt egy fej, egy élő fej. Hát már nem volt élő. Csak fel volt ide a szoron, a fej. Most ahogyottan ilyen, levágta oda, mondta, jött egy maj, azt mondja, oda vágta a fejet, azt mondja, ezzel jött többet, azt mondja, nálunk béke van. Tényleg nem lőttek többet. Ezt oda vágta, azt mondja, ezt addig kerestük, hogy meg nem találom, hogy melyik lőtt. Ellőttek ki az ágyúból, azt mondja, jó. Azt mondja, és azonnal azt mondja, le is vettük a fejét neki. Nem volt tovább, nem lőttek tovább. Hát tényleg, mi csak kiártunk addig, nem, maguk semmi baj. Nem baj. 917-ben volt az, amikor az oroszokkal annyira jóba voltunk, hogy átjártunk beszélgetni egymáshoz. És az oroszok adtak nekünk cigarettát, mi még adtunk nekik valami más, ennivalót, nem tudom mi. És egyszer azt mondja az egyik ember nekem, valami káplár, hogy menjek már én is át beszélgetni egy kicsit az oroszokkal. Mondom, hogy nekem nem nagy kedvem van, de ha már te mondod, hát elmegyek veled. De mikor már mi elmentünk a Csárdakihoz, az egy hegy, felmentünk, akkor már nem az oroszok voltak ott, hanem mert az oroszok, hogy békeszerződést csináltak, vagy Brest-Litovszki békét csinálták, ők elmentek, és helyükbe a zolaok jöttek fel a Csárdakira. Hát aztán bevezetett ez a káprár engemet úgy, ahogy ők szoktak. És mikor el akarunk jönni, azt mondja az olá, tudod, jó magyarul, hogy nem mehetnek el foglyok. Mondom, én fogoly vagyok. Hát nem fogott el engem az. Azt mondja, igen. És mondom, hát hova visznek? Azt mondja, hát Sipota. Sipota. Ez volt egy fogolytábor, ahol legalább nagyon sok fogoly volt. Nem tudom szám szerint menni, de nagyon sok fogoly. Az összes fogoly, ami Romániába fogságba került, mind itt volt Sipotán. De hultak is az emberek, mint a legyek. Azok a kitüntetések, amelyeket én kaptam, azok mind kemény ütközetek következményei, ahol ezrek és ezrek pusztultak el, hogy én megmaradtam. Imádkozott értem az én édesanyám. Egyszer hazajöttem szabadságra. Egerben, ahol étkeztünk, a tiszti étkezde volt, amint beléptem a tiszti étkezdébe, összecsapták a kezüket a tisztek, hát te még mindig élsz. Ebben a mindig élszben ebből kiérzett a gyűlölet irántunk, akik a fronton voltunk. Mert idehaza nagy dáridók voltak, óriási táncmulatságok, mindenféle, ameddig mi ott szenvedtünk, 10 napig valahol, 10 napi tartalék, 10 napi pihenés, 10 napi tartalék, 10 napi első vonal. Kitartottam a fronton, mert nem illett ott hagyni. És nem volt, hogy nem, mégis mindig nem kívántam, hogy a háború elvesz, ha már folyik. De már nem hittem a fegyveres megoldásban, mert hit nélkül maradtam a fronton. Csak a kötelesség érzet és a zsellér testvérek, mert egyre többen kezdtek úgy fölmentésebük elszivárogni, földbirtokos fiúk, és így tovább, ugye haditárményhez behozott fiúk, ugye aktív tisztek húzódoztak vissza. Szóval úgy lassanként úgy kiszörődött a front, és itt volt egy, a vonalba egy áldozati
halálra szánt tömeg, és hátul a trének, ahogy mentünk hátrafele, ott már mindig kihízottabban, ugye, nyivasalt ruhákban, engem, ha mentem hátra, szabas értem, akkor lelkismert furdalással, rostélyossal kínáltak, azt hittem, a fejükkel borítom azt a tányért a rostélyossal együtt, és még hátra pedig a vezérkarnál, vagy a hadosztályparancsnokság még kevésbé, sose láttak ott a golyót közelül, sem nem, sem robbanó repülőtámadás mi akkor nem volt. Ezek úgy éltek a dupla háború zsoldal, ugye rádióval, francia pezsgővel, grófi kastélyokban, hadosztályparancsnokság, ez így ment. Szóval hazaértem, nekem járt a mezőtúri újság, soha annyi bál nem volt 50 év alatt mezőtúron, mint akkor egy háborús évben. Olyan bőség vidéken, mert a maximális ári nem adták a parasztok. És 220 holdas nagygazda, nagybátyám azzal dicsekedett, hogy a jogkandak javára, vagy bedobott a templomba, persejbe 20 fillért. És közben inkább a disznóknál öntik a tejet, mondták, nem adják maximált árért. Budapest éhezett, Ausztria majd éhen döglött, Csehország, itt meg a vidéken olyan ebédek, vacsorákra hívtak, nem tudták, hogy milyen ellenérzést váltanak ki. Hogy előfordult, hogy két nappal a szabadságem előtt visszamentem. Szóval mi voltunk a... Mikor már a gép nem működött jól fönt a levegőben, és tudtam, hogy valami baj van, a saját vonalainkat nem fogjuk elérni. Ha van katonaság, akkor a gépen maradok, és foszfor lövedékkel belövök a faluba, és fölgyújtom a falut. És ebben a nagy tumultusban, hogy ott nagy égés van, nagy minden, hát lesz annyi időnk, hogy megjavítsuk a gépet. Leszálltunk, és odajött az öreg, azt mondta nekünk, kik vagytok? Én azt mondtam, ruszki aeroplán. Fogalma se volt róla, hogy a felségjel, a miénk a fekete kereszt volt, sőt, az asszonyok kijöttek a faluból, letérjepeltek és keresztet vetettek, mikor látták a gépen a keresztet. Azt hitték, hogy az égből jöttünk le. És erre odajött az öreg, megölelt, azt mondta, há, drúzsbám, szóval, hogy barát, jó barát. És akkor aztán beszélben legyettem, beszélgettünk, közben az asszonyok, aztán az népség fölszabadult. Hordták ki nekünk köcsögökbe a tejet, meg, illetve a tejföld, meg nagy darab vajakat, meg füstölt birkahúst. Hát én elfogadtam, betettem a gépnek a hátsó részére, de egy idő után aztán mondtam az öregnek, hogy szóljon, hogy többet ne hozzanak, ma nem tudom elvinni. Megköszöntem nekik mind, hogy dziękuję, spasiba, ahogy tudtam mondani. Előfordult, hogy az ellenséges gépnek a pilótája annak lefagyott a lávárzat, nem tudott lőni. Én figyeltem, hogy ő mit csinál, mert láttam a derékig fölül a gépből kintán, láttam, hogy ott bíbelődik, és sokszor volt úgy, hogy intett nekem, és akkor már tudtam, hogy baj van, lefagyott a géppuskája. Az enyém még működött, de én is föltartottam a kezemet, intettem, és elrepültem a helyből. Nem lőttem le könyörtelenül. Ugyanúgy tettek ők is. Két-három nap múlva elrepült a repülőtereink fölé, és egy kis szálló ejtőernyővel üzentek, hogy ich danke Ihnen,
ihre ritterliche Verhalten. Nagyon köszönöm az ön lovagias magatartása, hogy hagytam őt futni. És ki volt ez? Neves repülők is előfordultak. Például a Dannunzio, a híres olasz költő is ezek közé tartozott, mert ott volt velünk szemben a repülőt. Aztán ott volt a Macmillan, az angol miniszterelnök, aki akkor szintén a repülőknél szolgált, mint repülőkapitány, és én szintén kaptam tőle ilyen üzenetet. Az én gépemen egy vágtató magyar huszár volt ráfestve. Az ellenség az üzenetet úgy címezte meg, hogy Österreichische Flugzeug mit rejtende huszár abzeichnen, vagyis osztrák magyar repülőgép vágtató huszár lovas jelzéssel. Az első világháborúban lovagiasak voltunk egymással szemben, még olyan paragrafusok is voltak a szolgálati szabályzatban, kérem uraim, csodálkozni fogtok azon, hogyha valahol nincs elegendő segélyszem, egészségügyi személyzet, szanitécek, akkor az ellenségtől kell kérni, és az gondoskodik majd róluk. De azután az szanitéceket vissza kell irányítani ahhoz, aki adományozta őket, ugyebár, és akiktől jöttek. Ugye, ennyire mentek orvosokra, ugyanez vonatkozott. Érthetőleg. Azután ugye a második világháborúban a Beck lengyel külügyminiszter azt mondotta egyszer, hogy voltak vallásháborúk, voltak azután dinasztikus háborúk, voltak hódító háborúk, és a következő háború azonban egy szörnyű háború lesz, mert a kiirtásra fog menni. A hivatásos tisztikar a 101-eseknél is igen erősen osztrákok voltak. Mert a közös hadseregben a magyar tisztikar mindössze 11%-kal volt képviselve, és 75%-a pedig len német ajkúak voltak. Ebből kifolyólag ugye az a tiszt nem tudott az emberekkel foglalkozni közvetlenül, hanem csak tolmács segítségével. És ha annak a bakának valami problémája volt a családban, és tanácsot kért, hát nem tudott tanácsot kapni a disztektől, minek a századparancsnokától, minek utána a századparancsnok nem tudott magyarul beszélni, és a mi 101-es bakáink meg nem tudtak németül beszélni. Kivezényeltek engem a népszavajárat, a szanitézeket, meg a zsidó ütegírnokot természetesen, hogy az áruló kivégzéséhez négyszöget alkotni. Persze fegyver nélkül. Példaadásként pont nekem kellett ott lenni. És én a Potyemkin mesét ismertem már akkor. De nem tudom, olyan sokkot kaptam, nem akartam elhinni, hogy elsülnek azok a fegyverek. Én nem láttam még ilyet, és saját katonát lehet agyon lőni úgy. És egy szakaszvezető, egy káplár, meg egy közhonvéd volt sorra, és egy Tóth anyanyelvű jezsuita páter búcsúztatta őket valami olyan formán, hogy ti szerencsétlen lelkek, ti azért el is tévedtetek, a Krisztus útját kerestétek, a béke, és nem az emberölés útját kívántátok. Ha nem is volt szerencsés, a család nem fog szégyenkezni azért, hogy így múltál az életetek, mert a Krisztus titeket a szívéhez ölel majd.
Úgyhogy közben hallottam, hogy le kell fogni, mondták ott a törzs, akik a kivégy ezt a tápát, belé kell folytani a szót. És akkor úgy gondoltam, hogy valaki elordítja végre a magát, ne lőjetek. És nem akartam el, hogy olyan közel álltam, hogy azt is láttam, mikor a becsapódott golyó után visszacsapódik a vér a lelőttem, általában ide mentek a lövés, hogy visszacsapódik, olyan közel álltam a 6 méterre a lövés szintén. És úgy olyan összeomlást kaptam, hogy a kis írnok meg a szanités kártulár vezet vissza a ütekhez, és akkor letéptem a kitüntetésemet, és zsebre vágtam. Három ember megszökött. Mind a három román származású volt, Ugocsa megyeiek, mámorosiak lehettek. Ez például, aki a képen szerepel, ez Ugocsa megyei volt, Komorzán községből való. A táborőrs kötelességét teljesítve rálőtt a három emberre, és kettőt talán eltalált, lehet, hogy átjutott, vagy valahogy, erről nem tudunk. Csak annyit tudok, hogy ez az ember hirtelen lefeküdt, és négy kéz láb visszamászott a vonalba. Na de letartóztatták, és hadbírói eljárás indult ellene, mint katonaszökevény ellen. Miután a hangulat a legénységnél is, nem csak a általában véve, mint a tiszteknél is, annyira megromlott, hogy mindenki már a háború végét várta, annyira megromlott, hogy példát kellett statuálni, és ezért a felső parancsnokság hadbírói eljárást indított ez ellen, a Juhon ellen. Kiszállt a hadbíróság, hogy kihirdetik az ítéletet, és végrehajtják a kivégzést. Négyszögbe fel is állították a katonákat, engem jelöltek ki a védőjéül ennek az embernek, de addig nem találkoztam vele. Azt mondja a hadbíró, azért küldték önt, azt sem, mert ön tud románul. Hát mondom, nagyon nem tudok. Oda mentem az emberhez, és megkérdeztem, hát Gyuan, tudod-e, hogy mit csináltál te most? Nos, Gyu, nem tudom. Hát miért akartál te most megszűnni, hogy haza akartam menni? Mert azt mondja, én már 9 hónapja vagyok itt a fronton, azt jelentkeztem már többször, hogy hazamehessek. Többen hazamentek, engem nem engedtek haza soha, pedig én se írni, se olvasni nem tudok. Nekem odahaza, Komorzánba, a falu végén van egy kis rozog a kunyhom, abban van egy öreg apám, a feleségem, meg egy kisfiam. De én nem tudok róluk semmit, mert én se írni, se olvasni nem tudok. De mondom, fiam, azért vagyunk itten, hogy megvédjük az otthon levőket, meg akkor azt mondja nekem, hát a bírónak a két fia, annak nem kell megvédeni a birtokát, mert azok gazdag emberek, két fia van otthon a bírónak, azok egyik se katona. Akkor azt mondtam a bírónak, hogy kérem, igen, tisztelt bíróság, ez az ember nem bűnös. Ez nem tudja, mi a haza, nem tudja, hogy mit kell a családokat védeni, mert ha a bíró fiainak nem kell védeni a hazát, akkor miért kell védeni egy koldustak, akinek semmilyen nincs? A bíró így tett az ujjával, azt mondja, kérem, a ítélet kihirdetést elhalasztom, azt mondjam, későbbi időre tessük át az ítélet végrehajtását. Akkor az őrnagy vezényelt a kint levő embereknek, hátraadsz visszavonulni a helyetekre, és akkor azt mondom a hadbírónak, kérem, én ajánlok egy büntetést ennek az embernek a részére. Osszák be az én századomba.
így került hozzám ez az ember a szállalomba, és egyik legkitűnőbb katona volt az olasz fronton. Rendkívül szívós katona volt. Éjjel látott, mint a macska. Minden járőrszolgálatra jelentkezett. És oly kiváló katona lett a tolmányi hittörés áttörésénél, hogy nagy elismerést kapott. Thank you.